Jó estét, ez a 35 perc a Költyöi Televízió közéleti műsora szeptember 26-án hétfőn. Egyre hidegebbek az éjszakák, sőt a nappali időszakokban is gyakori a 10 fok körüli hőmérséklet, ezért egyre többen kérik a fűtés beindítását a teáfos lakásokban. Erről is szó esik ma, nézzük a kínálatot. Energiaválság, a rezsiköltségek miatt bezár a nyírbátori fürdő. Menekültek, még mindig érkeznek Ukrajnából a segítségre szorulók fűtési szezon. Már sokan kérték a szolgáltatást a nyírtávhőtől. Az emelkedő energiárak nem csak a családi költségvetést terhelik meg, de jelentős fejtörést okoznak az önkormányzatoknak is. Egy hete például a Nyírbátori közgyűlés döntött úgy, hogy szünetelteti a szolgáltatást a városi fürdőben, hogy így csökkentsék kiadásaikat. Vendégem Nyírbátor polgármestere Máti Antal, jó estét kívánok polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És Múlt héten hétfőn volt egy testületi ülés, fontos dolgokról döntöttek. Az egyik ilyen fontos dolog az, hogy a wellness fürdőt januártól szempontból bezárják valameddig. Pontosan mi a döntés lényege, és mi a háttere, miért kényszerültek erre? A döntés hátterével kezdeném, hiszen ez alapozta meg az egész folyamatot. Már hetekkel, hónapokkal ezelőtt is tudtuk, hogy a fűtési szezonban és a jövő évi költségvetés szempontjából is az energia növekedés, a költségek megnövekedése az, Fontos abból a szempontból, hogy biztosan be kell avatkozni, normál működés mellett nem lehet egy önkormányzati költségvetést fenntartani. Az volt csak a kérdés, hogy meddig kell elmennünk. Most figyelembe véve, hogy általában nálunk is, meg mindenhol máshol októberben van az új gázár beszerzés, látszott, hogy lényegesen drágább lesz a gázára. Azt nem tudtuk akkor még pontosan, hogy mennyi. Amikor ez az eljárás lezárult, akkor ma már látszik, hogy a 100 forintról 1200 forintra, tehát egy 12 szeresére nő a gázköltség. Tehát egy olyan mértékű városnál, mint Nyírbátor, ez azt jelenti, csak hogy a nézők is értsék, hogy mondjuk egy éves gázfogyasztásunk, ha belekerül össz önkormányzati szinten, távhő nélkül olyan 200 millió forintba, akkor ez gyakorlatilag 2 milliárd forintot jelent a költségvetésnek. Ezt egy kis önkormányzat nem képes kigazdálkodni. Ezért muszáj drasztikus lépéseket hozni, annak érdekében, hogy a város finanszírozhatósága működése az ne kerüljön veszélybe. Ezért a közgyűlés elé vittük azokat a döntési javaslatokat, amivel úgy lehet megtakarítani, hogy gyakorlatilag az a folyamatos, kötelező, az emberek mindennapi életéhez szükséges szolgáltatásokat ne érintse. És hát nyilván ennek eset áldozatul idézőjelben a fürdő, hiszen nyilván nagyon fontos, nagyon szeretjük, nagyon fontos turisztikai, gazdasági, egészségügyi, társadalmi szempontból egy fürdő, de mondjuk egy idős bentlakásos otthon, vagy egy óvoda, vagy egy bölcsőde szempontjából, ha döntenünk kell, akkor nyilván az utóbbiak prioritást élveznek, ezért született az a döntés, hogy január 1-től bezárunk. Csak bizonyos szolgáltatások nem lesznek, vagy semmi sem lesz a fürdőben? A fürdő gyakorlatilag ma alapvetően négy feladatot lát el, van egy városi fürdő jellege, a helybéliek és a környékbeliek járnak fürdőzni, főleg főszezonon kívül, nyilván főszezonban van egy nagyon erős turisztikai vonzereje is, most ez a kettő nyilván az, ami csorbát szenved. Van két tétel, amiben folynak az egyeztetések, hiszen ebben egy gyógyászati kezelés is van ebben a fürdőben. Szeretnénk, hogy az igényekhez igazodva a gyógyászati szolgáltatásokat a jövőben is fenntartani, hiszen ezt a lakosságnak ingyenesen nyújtottuk az elmúlt években. És hát működik úszás, oktatás és sportegyesület, úszóegyesület is működik a fürdőben. Ráadásul nagyon komoly haza és nemzetközi sikereket érnek el a gyerekek nálunk. Úgyhogy abban folyik az egyeztetés, hogy csak az úszó medencé, a gyerekek edzésére a jövőben, mármint, hogy a januártól kezdődő időszakban hogyan tudjuk biztosítani. Nyilván itt rengeteg energetikai számítás, hatósági egyeztetést kell még lefolytatni, de én hiszek benne, hogy mindenki úgy áll majd a dologhoz, hogy ezt forrás oldalról és műszaki is meg tudjuk oldani, és akkor ez a része tovább tud működni. Mert nyilván a gyerekeknél nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor nem ennyi fokos lesz a víz, hanem sokkal... Hidegen, mert igen, igen, fászalható. bár hozzá kell tennem, hogy nagyon sok minden kényelmi kérdés, és amíg olcsó volt az energia, akkor könnyen voltunk kényelmesek. Most erre csak példaként mondom, hogy Budapesten a Kombiátúszadában szabad térben vannak, télen is az edzések. Nyilván a meleg víz, a víz hőfoka az rendkívül fontos, de az, hogy egyébként mondjuk a fürdőben 28 fok van, vagy 13 fok, az az úszó gyerek szempontjából kevésbé fontos, mert amíg a vízben van, addig úgyis az a kérdés, hogy a víz hány fokos, amikor megjön, akkor meg az, hogy egy fűtött helyiségben tudjon lezuhanyozni fel öltözni nyilván, hajat szárítani, ez, ezek létkedések. De ezeket azt gondolom, hogy meg lehet teremteni ezeket a feltételeket úgy, hogy azt még valamilyen módon ki is tudjuk gazdálkodni. Mikor lehet megmondani, hogy körülbelül meddig lesz zárva, hogy milyen opciók vannak? Ugye, ami a nyitás időpontját határozza meg, az nem is annyira a gáz ára, hanem sokkal inkább a villamos energia ára, hiszen ha a fürdőben egy egységbe kerül a fűtés egy évben, akkor nagyjából öt egység a villamos energia költség, hiszen a szivattyúk, a különböző keringető rendszerek, a fűtőelemek egy része, az már elektromos áramot használ, és az árambeszerzésünk az az év vége felé esedékes, hiszen ott a forduló nap az a január 1 esik. A világpiaci ár iszonyúan hektikusan változik, attól függően, hogy melyik önkormányzatnak mikor kell beszerezni, csak példát mondok, van, aki 400 forint fölött szerezte be az áramot az elmúlt hetekben, van, aki pedig 200 forint körül. Senki nem tudja megmondani, hogy az év végére lejjebb, vagy vissza feljebb kúszik, ez nem tőlünk függ nyilván, hanem a a világban folyó eseményektől, most én így fogalmazok, nagyon bízunk benne, hogy egy picit lejjebb megy, és akkor ez azt jelenti, hogy a fűtési szezon végével ki tudjuk nyitni a fürdőt. Ha viszont 400 forint körüli árakról kell beszélnünk, az több mint ö, a egy évvel ezelőttihez képest több mint a 20 -szorosa. A 400 forint, az gyakorlatilag finanszírozhatatlan, nem csak nekünk, én azt gondolom valamennyi fürdőnek. Úgyhogy nagyon reménykedünk két dologban. Az egyik, hogy lejjebb megy az ár, a másik pedig, hogy az állam beavatkozik és valamilyen hatósági árat határoz meg. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy a fűtési szezon vége felé, tehát valamikor március-március végére újra ki tud nyitni a fürdő. E, azt talán kevésbé valószínű, hogy lefelé megy az ár. Csak akkor lehetséges, hogyha adott esetben ez az orosz-ukrán konfliktus, meg egy, ez a, ez a a világ, ahogy most van, az, az rövid idő múlva megszűnik, de erre talán kicsi az esély. Hát nyilván sok minden befolyásolja. Azt tudjuk azért, hogy ez egy mesterségesen felpumpált ár, nem mennyinek kellene lenne az árának, de hát ezt tőlem komolyabb szakmai jellemzők szokták nyilván megállapítani. Ma azt gondolom, hogy két dologtól függ egyik valóban a háború, hogyan alakul, az ezzel összefüggő Európai Uniós és Orosz szankció kérdése is befolyásolja, és na még persze az, hogy aztán az a gazdaság következő hónapokban a világ az, az mennyire tud megtorpanni, mert nyilván, hogyha a kereslet csökken az áram iránt, már pedig ez valószínűsíthető, akkor ez is befolyásolni fogja az árakat. Egy a lényeg, ez már nekünk nagyon sokat nem segít, mert amit most leszerződünk árat, azt egy évig tartja a szolgáltató, és ezért is reménykedünk abban, hogy az állam ebben valamilyen köztes hatósági állal azért tud segíteni a, a nem piaci szereplőkkel legalább. A fürdő mellett melyek azok az intézmények, amelyek részben vagy egészben, de bezárásra kerülnek a energia miatt. Ahogy fogalmaztam, az elva az volt, hogy ami az emberek hétköznapi életét érinti, ott zavartalan is folyamatos legyen a működés. Ugye ez a Covid idején nem mindig volt lehetséges, és láttuk, hogy az emberek hétköznapére mennyire rossz hatással van, ha például bezár egy óvoda, egy bölcsőde, egy általános iskola, az megnyugtató, hogy egyenlőre ezek a szolgáltatások nincsenek veszélyben, viszont minden más, ami inkább kényelmi, vagy inkább nem a hétköznapunk szerves részét képezi, azokat az épületeket megpróbáltuk bezárni, csak egy párat várkasté, ami a turisztikát szolgálja, kulturális központ, közösségi ház, alkotóház, családi kuckó, multifunkcionális tér, ezek mind-mind-mind olyan, olyan létesítmények, amik vagy teljes egészében, vagy nagy részben bezárnak, de minden más szereplőtől, aki az önkormányzat büdzséjéből kap támogatást, működési támogatást, köz, középületek, fűtését tegyebeket, például sportegyesületekre, sportlétesítményekre gondolok, ott is egy sokkal szigorúbb üzemeltetési szabályzatot készítettünk, amivel garantálni tudjuk, hogy ott is a lehető legkevesebb energiaköltséggel fog működni a, a sportegyesület. Nyilván nem arról van szó, hogy a futballedzéseket nem kell megtartani, de nagyon nem mindegy, hogy a tíz öltözőből hányat fűtünk fel a téli időszakban, és ezzel sajnos vagy szerencsére, nem tudom, attól függ, melyik részéről nézzük, milliókat lehet megtakarítani, úgyhogy mindenkitől, aki valamilyen módon függ az önkormányzattól, egy sokkal feszesebb együttműködést és gazdálkodást várunk el, hetente leolvassuk az órákat, elemezzük az abból befolyó adatokat, mert egy ilyen energiaár mellett az egész költségvetésünket vízre viheti az, hogyha túl sok energiát használunk, amit nem kalkuláltunk be. Ez azt is jelentő, például nem lesznek kulturális programok a köve, ebben a, ezekben a hónapokban nyírbátorban. Hát elő kellett vennünk, hogy mondjam, a... a, a kreativitásunkat, több dolgot is átvariáltunk, nagyon sok olyan kulturális program, aminek nagy közösségi téren nincs szüksége, kisebb komoly zenei koncertek, azokat például átvittük a Városházára, hiszen az nyilván működik és fűtjük, és a Városháza díszterme ad otthont nagyon sok civil szervezetnek, például a fúvós együttes Ed próbáinak, a kórus próbáinak, ami Városházánkban a nagy adunk helyet, mert azt így is úgy is fűtenünk kell, ezzel ugye tudunk spórolni az egymás épületekben, és nyilvánvalóan az olyan nagy programok, amik viszont igénylik például a színházterem használatát, azokat meg úgy próbáltuk tömbösíteni, gyerek, felnőtt színházi előadások, például, hogy, hogy egy időszakra korlátoztuk, vagy csoportosítottuk, és arra a pár napra felfűtjük az épületet, azokat a közösségi tereket, vizes blokokat, egyebeket, amit nyilván ilyenkor használunk, és akkor megtartjuk ezeket a kulturális programokat, mert azért kultúra nélkül nem ember az ember, de a közte lévő több hetes időszakokban viszont csak temperáljuk az épületet. pour la tête. Nyírbátor az a település megyében, amelyről a legutoljára gondolnám én azt, hogy, hogy ilyen problémákkal kell szembesülni, hiszen szárnyal a gazdaság, Nyírbátorban számtalan nagy cég működik, mégis ilyen nehézségekkel küzdenek. Gondolom akkor csak beszélget más polgármester kollégájával a megyéből, mások is hasonló gondokkal nézek szembe. Hogy látja, mi lehet a megoldás, hogy megye szerte vagy globálisan az országban? Én azt gondolom, hogy mindenkinek példát kell mutatnia. Tehát az, az nem lehet kérni és Lehet valakinek megtakarítása, és mondhatja azt, hogy abból átvészeli a telet. Szerintem a megtakarítások nem arra valók, hogy ilyenkor feléjük őket, és ne a jövő beruházásai az befektetéséhez fordítjuk. Másfelől a lakosság is nyilván megérti, hogy ilyen intézkedéseket meg kell hozni, mert ezt sok esetben a saját háztartásában is megteszi, és bizonyos szempontból talán nem is lenne, hogy mondjam, nem mutatna jó képet, nem adna jó képet a városról, hogyha azt látná a városlakó, hogy ugyanakkor egyre drágább minden, a város mégsem próbál takarékoskodni ebben a dologban. Mindig az a kulcskérdés, hogy kinek meddig kell elmennie kis településeken sok esetben, ahol alternatív mondjuk faapritékkal vagy, vagy, vagy vegyes tüzelésű kazánnal is tudnak intézményeket működtetni, ott megpróbálnak áttérni erre a szolgáltatók. Ahol távhő van, ott nagyon fontos, hogy mit fog majd az állam a, a távhőkasszában forrásként biztosítani. A közvilágítás egy, egy kardinális kérdés lesz, mert azt a legkisebb településen és azt a villanyszámlát ki kell fizetni. Egy kis településen úgy, én úgy látom, hogy ma ez is egy szinte lehetetlen. Ez egyetlen egy kérdés már csődbe tud vinni egy-két év alatt egy önkormányzatot. Ezek mind-mind olyan programok, amihez majd energiahatékonysági programokat kell indítani reménykedünk abban, hogy ehhez kapnak az önkormányzatok valamilyen kedvezményes pénzügyi konstrukciót, nem is vissza, nem térítendő, de legalábbis valamilyen hitelkonstrukciót, és akkor ezekkel lehet mondjuk középtávon két-három év alatt sokkal hatékonyabbá tenni a településeket, de én azt látom ma, hogy ha egy önkormányzat nem akar tönkre menni, vagy nem akarja felélni a tartalékait, akkor valamilyen mértékű megszorításra mindenkinek szüksége lesz és, és bízunk benne, hogy a lehető leghamarabb túl leszünk ezen az időszakon, mert egy két éves Covid nehézségek után, amiben egyébként elég jól belefáradtunk, lássuk be úgy mindannyian, ez, a, ez, a, ez az energiaválság, ez most, ez most nagyon nem jókor jött, Gazdasági értelemben is, és pénzügyi értelemben is, úgyhogy mindenki nagyon nehéz döntésekre készül. Én, akivel beszéltem, gyakorlatilag kivétel nélkül lesznek hasonló megszorítások. Az egy másik kérdés, hogy kinek milyen az intézményrendszere, és hogy tudja ezt a lehető leghatékonyabban megtenni. A városban dolgozó cégek, cégvezetők, mennyire bizakodóak, vagy nem bizakodóak? Nyilván nekik is ilyen problémákkal kell szembenézni. A... Ezt csak azért kérdezem, mert a munkaerő nagyon fontos. Igen az azért nagyon szerencsés dolog hogy azért a multinacionális vállalatok akik a, nem csak a városban hanem azért az egész megyében nagyon sok-sok ezer családnak háztartásnak adnak munkát ők azért ha nem azt mondom, hogy könnyen, hiszen nekik is nagyon feszes ez a megdrágul energia, bozasztó nehéz helyzetbe hozza a cégeket, de miután a megrendelés oldalon még nem érzékelő, érzékelhető a csökkenés, így működnek, termelniük kell, a leszerződött mennyiségeket elő kell állítani, és ha az egész dologban van talán egy jó üzenet, az az, hogy egyenlőre úgy látszik, hogy ez az ő munkájukat nem érinti. Nyilván a kis és középvállalkozások már nem ebben a helyzetben vannak, ott ezek az árdrágulások, hogyha nincs valamilyen állami segítség, akkor sajnos nagyon sok esetben megszűnéssel, bezárással, létszámcsökkentéssel járnak. Azzal nekünk foglalkoznunk kell, hogy vagy átirányítjuk ezeket a dolgozókat, segítünk nekik mondjuk egy nagy vállalathoz elkerülni, de sok esetben egy egyéni vállalkozó is saját magát foglalkoztatta, nincs alternatív megoldása. Ezért is reménykedünk abban, hogy ez nem lesz hosszú távú, ez, a, ez az energiaválság, mert akkor ezek a kis vállalkozások be fognak zárni, a nagy multinacionális vállalatok azok valószínűleg átvészelik ezt az időszakot. Azok az önkormányzati intézmények, amelyek részlegesen vagy teljesen bezárnak most ebbe az időszakba az ott dolgozók, de nyilván a gondom munkájukat nem veszítik el. Igen, a cél az az, hogy mindenkinek találjunk munkát. A Covid alatt is ez egy borzasztó nagy kihívás volt, hogy amikor egy szolgáltatás megállt, akkor az ott dolgozókkal mit csináljunk. Nem szeretnénk home office-ba küldeni senkit, mert ha haza küldjük, azzal gyakorlatilag újabb energiaválságba taszítjuk a családokat. Hiszen mindenki azzal kalkulál, hogy amíg dolgozik, addig otthon megpróbálja lejjebb venni a hőmérsékletet. Tehát az biztos, hogy nem jó megoldás ma, hogyha mindenkit home office-ba küldünk, akinek az intézményét bezárjuk. húzódunk, tehát a hivatalban is sokkal többen fogunk dolgozni a fűtési szezonban, mint mondjuk dolgoztunk együtt eddig ugyanabban az irodában sokkal többen próbálunk helyet biztosítani mindenkinek, és mindenkinek találni értelmes munkát, felkészülni a következő szezonra, a műszaki kollégáknak karbantartási feladatokat adunk, a takarítók akkor most nekiállhatnak az intézmények komplex át, takarításának, felülvizsgálatának. Tehát igyekszünk mindenki számára tervezetten a leállás, bezárás időszakára feladatot biztosítani, és mindenkit olyan feladattal megbízni, ami a munkájához, a munkaköri leírásához, a végzettségéhez megfelelő. Még két kérdés. Az egyik az az, hogy tud-e az önkormányzat segíteni azokon a nyíregybátori családokon, akik nagyon nehéz helyzetbe kerülnek? Nem tudom, van -e esetleg erre forrás? Van segély alapunk természetesen. Nyilván figyeljük, hogy az év végéig elegendő Egyedi segélykérelmeket most is érkeznek, és igyekszünk segíteni. Ugye Nyírbátor, mivel már 5000 fő feletti település a szociális tűzifa programban nem vesz részt, de az önkormányzat most is vásárol tűzifát, és a nagyon nehéz helyzetbe került családoknak fogunk a tél előtt, most a következő egy-két hétben tűzifát osztani legalább annyit, hogy hogy a legfontosabb, legalább lakásonként egy-két egy helyiséget tudjanak fűteni, aki pedig nem, az pedig valamilyen pénzügyi támogatásban fog részesülni. És az állókérdés már jövőre vonatkozik. Van -e esetleg olyan fejlesztés, amelyet most át kell pont az energiaválság miatt, vagy igyekeznek ezeket tartani, ezeket az időpontokat? Hát alapvetően is, a futóberuházásainkat végigcsináljuk. Ez hasonló az állami gondolkodáshoz. A kormány sem állít le olyan beruházást, ami már elindult, hiszen az kerül a legtöbbe, hogyha fél, félig kész beruházásokat hagyná. A jövőre nézve az uniós projektekben elnyert fejlesztéseink 100%-ban támogatottak. Most úgy fogalmazok, hogy ha drasztikusan nem nőnek az árak, akkor ahhoz igazából nem kell saját erőt hozzátenni, tehát butaság lenne nem elindítani és megvalósítani őket. Az egy másik kérdés, hogy van sok apró, kisebb saját fejlesztési beruházások, amiket ilyenkor azért meg kell vizsgálni, hogy el tudjuk-e indítani a következő évben. Ebben lehetnek némi nemű átütemezések, de ezeket is azért szeretnénk tartani, mert jellemzően ezek igazodnak a nagy beruházásokhoz, összefüggenek vele, azt kiegészítik. Tehát megpróbáljuk ezeket a forrásokat is azért előteremteni, de ebben van némi nemű mozgás, tehát ebben lesznek elmaradások. Ö és az, azt gondolom, azt gondolom hogy, hogy továbbra is az elsődleges cél az az, hogy próbáljunk olyan forrásokat találni, ahol jellemzően Európai Uniós forrásból, visszanemtérítendő támogatásból ezek a beruházások majd pótolható. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is. Más folytatjuk. Az emelkedő költségek ellenére folyamatosan üzemelnek a segítőpontok a magyar-ukrán határon. Beregsoránynál például a magyar máltai segélyszervezet munkatársai várják éjjel-nappal a menekülteket. Melegételt és ruhát is kapnak a bajba jutottak. Az ukránok attól tartanak, hogy a múlt szerdai orosz mozgósítás után indul csak be igazán a háború a keleti területeken. Nagy bőröndökkel indulnak útnak Beregsorányból a menekültek. Csak néhány napot töltöttek itt. Volt, aki háborús övezetből, Harkivból menekült el. Harkivból érkeztem, ott egy boltban voltam, eladóm. A városomban nagyon rossz most a helyzet, folyamatosan bombáznak. Az utolsó pillanatig vártunk, de már nem tudtunk tovább maradni. Németországba tartunk, ott vannak ismerőseink, családtagjaink. Szeretnénk ott segítséget kérni, német nyelvet tanulni. Bízom benne, hogy sikerülni fog, mondta ez a fiatal nő. Szerdán jelentette be az orosz elnök, hogy részleges mozgósítást rendelt el, ami azt jelenti, hogy újabb 300 ezer orosz katonát vett be Ukrajnában. Úgy gondolom, hogy igazán csak most fog kezdődni a háború. Egyelőre úgy tervezzük, hogy három-négy hónapig leszünk Németországban, és utána visszatérnénk Harkivba. Természetesen csak akkor, ha a harcok csitulnak és normalizálódik a helyzet, mondta a Harkivi hölgy. Itt most vannak tisztálkodási szerek, pelenkák, popsitörlők, vécepapírok, tartós élelmiszer, minden, ami tulajdonképpen mindennapi napi létszükséges. létszükséges. Nagyon sok van itt, úgy látszik, szóval, hogyha jönnek, akkor nem szenved hiányban senki. Nem, hál' Istennek van még adományt, sőt, fel vagyunk készülve arra is, hogyha esetleg nagyobb hullám jönne, és akkor tudunk biztosítani mindent neki, amire szükségük van. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa mutatja, hogy elegendő adomány áll rendelkezésükre ahhoz, hogyha nagyobb hullámban jönnének a menekültek, akkor is tudnának segíteni. Most naponta néhány tucat bajba jutott keresi fel őket. Folyamatosan érkeznek hozzánk a menekültek, mi 0-24 órában jelen vagyunk a segítségponton, Beregsorányba, és folyamatosan várjuk és segítünk ugye a menekülteket. Naponta 10-30 főig érkezik ide hozzánk a menekültek száma. Általában hát háborús övezetből, Odessa, Bukhárkóból, Kijevből, háborús övezetből jönnek és segítségeket kérnek. Több, többnyire ugye tovább utazásban. A Mátai Szeretett Szolgálatnak az a feladatait, hogy ellássa a menekülteket legfőképpen tranzitba, keresünk nekik fuvart ugye tovább utazásban, és az a célünk, célünk hogy biztonságban érjenek a menekültek a célállomásukhoz, de tudunk segíteni szállásban, étkezésben, kapnak itt egészségügyi ellátást, tájékoztatást, információt kapnak tőlünk, hogy hogyan tudnak tovább érvényesülni itt Magyarországon, vagy akár külföldön. A busz ezeket a menekülteket záhonyba vitte, ahonnan vonattal folytatják tovább útjukat a fővárosba, onnan pedig valamelyik nyugat-európai országba. Szeptember végén visszavonhatatlanul beköszöntötte az ősz, egyre hidegebbek az éjszakák, és már a nappal sem melegszik fel gyakran a levegő 20 fok fölé, így nem csoda, hogy egyre több távfűtéses lakásban rendelik meg a szolgáltatást. A legfontosabb tudnivalókról kérdezem, Pályár János Nétat fő műszaki igazgatóját. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Én is köszönöm szépen, jó estét kívánok! A távhős cégeknél ugye az a ritmusa az éves munkatervnek, hogy a nyári időszakban, amikor a fűteni nem kell, akkor vannak a karbantartási felújítási munkák, és aztán pedig ősztől nyilván tavaszig szolgáltatnak. Kezdjük akkor a nyári felújítással, a karbantartással. Mit sikerült elvégezni? Sikerült-e mindent, amit terveztek? Igen, az az igazság, hogy úgy gondolnánk, meg sok mindenki úgy gondolja, hogy vége a fűtési időszaknak, és akkor hátra tesszük a kezünket, és pihenünk, kipihenjük a, a, az elmúlt időszakot. Hát ez nem így van. Készítjük az üzleti tervet, ugye jó előre elkészítjük már, hogy elgondoljuk már, hogy milyen beruházásokat, karbantartást, felújítást tervezünk a nyári időszakban elvégezni. Rövid ez az időszak, mert tulajdonképpen május 15-től szeptember 15-ig tudunk úgymond a szolgáltatást érintően munkát végezni, és, és ez azért meghatározza azt is, hogy, hogy miket, mi, mit tudunk ebben az időszakban elvégezni, meg hát természetesen az anyagi lehetőségeink is. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is felújítottuk hőközpontjainkat, karbantartás megtörtént, közel 200 nyomvonal folyóméter távezetéket kicseréltünk új előszigetelt korszerű távezetékre. Hőközpontot választottunk szét, ami azt jelenti, hogy nagy tömb hőközpontot kisebb hőközpontokra bontottunk szét. Ezzel energiamegtakarítást, távezeték cserével is meg ezzel is energiamegtakarítást tudunk elérni. Szerencsére elmondhatjuk, hogy ebben az évben is bővült a fogyasztói körünk egy intézmény a Széchenyi utcán található Ridens iskola kapcsolódott a távhőszolgáltatásra. Ez körülbelül 700 kWh bővít, mint bővületet jelent számunkra. Én bízom benne, hogy most ebben a helyzetben, amilyen energetikai helyzetben az iskola pozitívan fog járni ezzel kapcsolatban. Egyébként megtörténtek a villamos felújításaink, a szokásos karbantartásunk, akna Biztos találkoztak a kedves nézők a városban több helyen, hogy a Nyírtávfő Kft. ugye felbontotta az útszakaszt, vagy esetleg járdaszakaszt. Természetesen ezt mind helyreállítottuk. Igazából minden olyan munkával elkészültünk, ami a fűtésszolgáltatást biztosítja. Augusztusban ugye van egy fél éves elszámolási időszak, erről van-e valami fontos Így információ? augusztus hónapban küldtük ki a fogyasztóinknak az előző időszaknak, a 21-22-es fűtési időszaknak az elszámolásáról készült számlákat. Most ez az elszámolás úgy adódott, hogy 98 milliót adunk vissza a fogyasztóinknak a túlfizetések miatt, viszont 130 millió az, amit be kell szednünk az elszámolást követően részszámlát küldünk ki nekik havonta, és ekkor történik a részszámlákról történő végelszámolás. Ugye szeptember 15-ével, ugye, ahogy mondta, véget ért az a lehetőség, hogy a karbantartás végezik. Elindul úgymond a fűtési szezon, tehát lehet már kérni a szolgáltatást hogyan állunk most, ugye eltelt azóta másfél-két hét, mennyien kérték már a távfűtés beindítását, és mennyien még nem kérték? Szeptember, hivatalosan rendelet szerint, szeptember 15-től május 15-ig tart a fűtési időszak. Nekünk ebben az időszakban kell fogyasztóink részére rendelkezésre állni. És hát igen, régebben azért volt úgy, hogy csak október elején, október közepén kezdték, jöttek a fűtés megrendelések. Most már azért az elmúlt héten, és, és, és hétvégén, és ezen a héten azt lehet mondani, hogy a városnak a 85%-át fűtjük, vagyis a, a lakásoknak a 85%-át fűtjük. Már több mint 14 ezer lakás, közel 100 közület, meg egy pár intézményben is bekérték a fűtést. Intézmények még óvatosabban kérik. De én úgy gondolom, hogy amilyen hűvös várható a hétre is, a héten is, elképzelhető, hogy hétvégére száz százalékban beindulunk. Lehet látni, hogy a közösségi oldalakon sokan azt nehezménzik, hogy még mindig nincs fűtés az én távfűtéses lakásomban. Talán kevesen tudják, vagy nem mindenki tudja, hogy nem a Facebookra kell ezt kiírni, hanem a közös képviselőnek kell szólni. Pontosan hogyan zajlik ez? Ha valaki úgy érzi, hogy jó lenne már a fűtés, akkor mit kell tennie? Igen. Ö... Nálunk nem indul automatikusan szeptember 15-én a fűtés. Én szerintem a fogyasztók nagy része, meg a közös képviselők ezzel tisztában vannak. Közös képviselők írásos megrendelésére indítjuk. Úgyhogy ha valakik fáznak, lakóközösség fázik, mindenképpen a közös képviselővel kellene felvenni a kapcsolatot hogy kérik a fűtést, és mi még megérkezik a fűtés, aznap vagy a következő nap mindenképpen eljutunk az épületbe, és, és befűtünk. Még azt hadd mondjam el, hogy ugye így, amikor ilyen aránylag rövid idő alatt kellene fűtenünk ugye az egyszerre az egész várost, Ilyenkor azért megnövekszik a hiba bejelentések száma. Naponta 50-60, vagy majd elkövetkező napokban, ahogy ugye egyre több lakást fűtünk már, ennek a száma növekszik éjjel-nappal működő diszpécser szolgálatunk van, szolgáltatás felügyeletünk van, ők veszik a hibát, a hiba elhárító kollégák is éjjel-nappal rendelkezésre állnak. Természetesen azért egy olyan hibával, hogy éppen nem fűt a radiátor, éjfélkor nem biztos, hogy kimegyünk, vagy nem szerencsés, ha akkor jelentik be de mindenképpen rövid időn belül megyünk, és elhárítjuk azt. Jellemzően ilyenkor a radiátorszelep meghívásodásokat kell javítanunk. Számtalanszor hirdetjük honlapunkon is, fogyasztói tájékoztatóban is, hogy a nyári időszakban a radiátorszelepeket maximális ötös állásban kell tartani. Hát erre még mindig sokan nem figyelnek oda, és ilyenkor, amikor beindul a fűtés, akkor esetleg lerapa, leragad a szeleptányér, vagy nem úgy fűt, vagy nem, nem tudja átengedni rendesen a melegvizet, és akkor ilyenkor jönnek a bejelentések. Nagyon sok euh, légtelenítés is, euh, légtelenítési probléma is van most ebben a fűtési időszakban. Érdekes módon a nyáron most nagyon sok radiátort euh, cseréltek le a fogyasztók, és akkor ugye ez a rendszer euh, ürítését, töltését euh, eredményezi, és így euh, nagyon sokszor belevekősödik a rendszer, aztán ezeknek a légtelenítésére is mennek a kollégák és elvégzik. Ugye most már azért szinte mindenhol lehet szabályozni a hőmennyiséget, tehát lehet vele spórolni, hogyha valaki akar. Még annak ellenére, hogy speciál a lakásokat, az a fajta árbum, ami a földgázfűtést és a villanyáramot jellemzi, nem jellemzi. Érdemes akkor spórolni, és odafigyeljen legalábbis arra, hogy a fűtés rendesen menjen. Igen, mindenképpen érdemes ö, odafigyelni rá. Társaságunk ugye a hőközpontba beadja a, a fűtőközeget. Innen a hőközpontokból megy a hőfogadókba, ö, lakásokba, radiátorokba. Radiátoroknak a 95%-án már 95%-a rendelkezik radiátorszeleppel, termosztatikus radiátorszeleppel, és egyértelmű, hogy a fogyasztó saját magának ö, nyithatja és zárhatja, takarékoskodhat, vagy esetleg, ha magasabb hőfokot igényel, akkor, akkor nyithatja a radiátor Radiátorokon rajta vannak a költségosztók is készülékek, amik nem mérik, csak számlálják az egységeket a radiátorban folyó fűtőközegnek a megfelelően, és ez alapján történik majd a, annak idején, majd a jövő júniusban az elszámolás. Van még egy nagy program a vízóra cserehez, hogyan áll és kiket érint? Igen. Társaságunk rendelkezik több mint 17 ezer használati melegvízmérővel, ezek a melegvízmérők mind korszerű rádió modulra rendelkező mérők. A, ez azt jelenti, hogy a mérő adatai egy adatgyűjtő egységbe kerülnek, ahonnan megy egy szerverrendszerre, mennek a szerverrendszerre ezek az adatok. Ez azt jelenti, hogy fogyasztóink adataihoz úgy hozzá tudunk férni, hogy a, nem kell a lakásba bemenni, nem kell őket a adatokért zavarni, mert hogy a vízmérős elszámolás az évente kétszer történik, fél évkor, június 30-án és december, 30, vagy december 31-én. Ezeket mi ebből a, a szerverrendszerből rendszerből ki tudjuk gyűjteni, anélkül, hogy a fogyasztó vagy a lakásba be kellene menni. Ezeknek a mérőknek 8 éve a, a hitelessége, és tavaly elkezdtük ezt a programot, tavaly ö, közel a felét cseréltük ki ezeknek a mérőknek, tehát olyan több mint 8000 mérőt, és a, a közel 9000 mérő csere pedig erre az évre ö, vonatkozik. Erről mi ö, programozottan, ütemezetten. Ö, a fogyasztókat értesítjük, értesítjük előre a mérőcseréről, mérőcserének az időpontjáról, aztán természetesen, ha valaki nem tud ebben részt venni, előrejelzi nekünk, akkor időpontot módosíthatunk, ha valaki mindenképpen így is, úgy is kimarad belőle, akkor pedig új időpontot adunk meg neki. Szerencsére azért a fogyasztóink nagy része, reagál erre a megkeresése, és ki tudjuk cserélni. Évvégéig mindenképpen szerencsés lenne, mert elszámolás alapjául csak hiteles mérőeszközt tudunk használni. És ha december 31-ig nem sikerül kicserélni, akkor elvileg jövő január 1-től már mérés nélküli fogyasztóként kell kezelnünk azt a fogyasztási helyet. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam megkívásokat, és hát akkor jó munkát kívánok a fűtési időszakra. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is nagyon szépen köszönöm. Eddig tartott be a 35 perc. Legközelebb szerdán várom önöket, amikor többek között arról lesz szó, hogy milyen szempontok szerint érdemes pályát és iskolát választani a diákoknak. Számítunk figyelmükre, akkor is viszontlátásra.